Tavasz óta zajlik a munka a Mári falvi patakként ismert völgyben, miután a község jelentős összeget nyert erre a célra az Európai Uniótól. Több mint 6 millió euróba kerül a korszerűsítés, mely mostanra lassan a végéhez közeledik. Már csak apróbb munkálatok vannak hátra, például az útpatkák feltöltése, hisz enélkül még keskenynek tűnhet a felület, illetve egyelőre még a forgalomjelző táblák is hiányoznak. A völgybe 4,5 kilométer szakaszra dupla aszfalt szőnyeg került, s bár a 12,5 kilométer hosszú erdei út fennmaradó részét továbbra is köves felületen lehet megtenni, a Digitál 3 televíziós stábja ma kipróbálta, és szinte észre sem vettük a két szakasz közti különbséget, annyira jól sikerült ennek a résznek is a rehabilitációja. A környék közkedvelt kiránduló helyének, üdülő telepének megközelítése így már jóval könnyebb lesz. A község vezetője Dávid Lajos azt gondolja, hogy ez a tény akár a további turisztikai fejlesztéseket is elősegítheti. Erdei útnak a modernizálásáról van szó, ami egy szerencsés helyzet Márifalva esetében, mert egybeesik azzal a turisztikai zónával, ami a Márifalva községhez tartozik. Tudni kell, hogy több mint 120 hétvégi ház van, és hát nagyon sok udvarhelyszéki ember kedveli ezt a völgyet, és ezen az úton közelítik meg azt a helyet, ahol a hétvégeit, szabadidős tevékenységeiket próbálják eltölteni. A polgármester már is azt fontolgatja, hogy hogyan lehetne még vonzóbbá tenni a völgyet, ötletét velünk is ismertette. Már az út munkálatoknak megkezdése előtt lefektettük a közmű a víz és a gáz vezetéket, villanyhálózat javítás van, bővítés van most a Mári fajpatakban, közösen a közbirtokossággal, többnyire a közbirtokosság, mert hogy ők a terület tulajdonosok, olyan piknikező helyeket próbálunk kialakítani, amit most már a törvény is kötelez, és persze ezt a jövőben úgy hasznosítani, hogy úgy a turistáknak, mint a terület tulajdonosoknak ez megfelelő legyen, elfogadható. Az útfelület felújítása mellett több hidat is újjáépítettek, 60 átereszt helyeztek a földbe, korszerű vízelvezető árkokat és védőkorlátokat is kialakítottak. A szalagvágásra november végén, december elején kerül majd sor.